Kedves hallgatóink, ebben az órában itt a 99.2 Vörösmarty Rádióban nagyon sok mindent fogunk egyszerre csinálni tulajdonképpen, hiszen teszünk az egészségünkért, sőt, sporttal fogunk tenni az egészségünkért, meg még egy kicsit utazni is lesz módunk és lehetőségünk, úgyhogy ez mindenképpen jó hír, mindenképpen örvendetes hír. És nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Vörösmarty Rádió stúdiójában Janota Zoltánt, Johnnyt, szia! Szia, szép napot! Itt van a névegykártyád a kezemben, és már ugye van egy kis puska lehetőségem így. Állóképesség szakértő, triatlon edző és Ironman finisher presenter, ez mind-mind-mind szerepel tulajdonképpen a névegykártyán. Hát kezdjük a legeslegutolsóval. Ugye nagyon sokszor halljuk azt, hogy egyébként méltatlanul embertársainkra ráhúzzák az Ironman kifejezést. Azért az, hogy ez megtörténhessen, mondjuk el, hogy te mit tettél meg. Igen, az Ironman szó, ugye ez a triatlon sportágnak a top kifejezését használják, a top táv, ez a Hawaii Ironman világbajnokságról elhíresült, vagy az onnan induló versenytávról lett híres az egész világon, és a népszerűsége az a mai napig töretlen. Ez a táv, ez a sportának ez a része, ez 3800 méter úszásból, de nyílt vízi úszásból, akár tenger, akár folyóvízben történő úszásról szól, aztán, hogy könnyebb legyen a nap, utána jön 180 km kerékpározás, és a végén, hogy a kellően elfáradjunk, és legyen lehetőségünk a kakaós csigát megenni a végén, egy maratoni táv lefutása következik, ez az Ironman táv. Aki fél távot, hogy ennél kevesebbet csinál, annak nem Ironman a neve, vagy nem Ironman finisher. Igen, ez hivatalosan nem járna, viszont itt ugye ezért az is egy nagyon fontos dolog, hogy ráadásul nálad ez többször történt. Meg összesen hányszor teljesítetted ezt az Ironmannek kijáró távot? Én Magyarországon 14-szer, és egyszer voltam Svájcban, volt lehetőségem ezt a távot ott teljesíteni. Mindegyik egy hatalmas érzés, egy különleges hangulat, különleges érzés és rengeteg tapasztalat. Nincs két egyforma verseny, de ha az ember kisebb versenyeket csinál, akkor is teljesen különböző érzések gyötrik, és mindegyikben egy életre való tapasztalatot szereztem, és ami nagyon fontos, hogy ezt nem magamnak szeretném csak tudni, tehát az én titulusom az egy dolog, hanem azok, akik engem körülvesznek, akiket sikerül elérni és a sport felé mozgatni, azoknak szeretnék ebből adni, mert ez egy olyan érték szerintem, amit nem szabad megtartanunk magunknak. És hát van itt egy általam nagyon-nagyon, tényleg őszintén mondom, kreatívnak talált elnevezés, a Family Tree, ugye tulajdonképpen, ami hát a családfától elkezdve a triatlonon át sok mindent bele lehet ebbe a triatlonos családig húzni. Egy szabadidős sportegyesület itt Székesfehérváron, amelynek hát mondhatjuk azt, hogy vezéregyéniségeként robod a köröket mostanában. Mit kell tudnunk az egyesületről? Hivatalosan körülbelül egy hónapja alakultunk meg, de már februárban elkezdtük az edzéseket. A sok-sok bürokratikus utat végigjárva most már hivatalossá tudjuk magunkat tenni, vagy hivatalossá tudtuk magunkat tenni. Ez, ahogy láttuk az értékeket, az értékeknek a mélybe történő letaszítását az elmúlt hosszú-hosszú évek alatt az országban. Rájöttünk arra, hogy mi lenne az a legbiztosabb út, amivel az embereket vissza tudnánk terelni a sporthoz, egymáshoz, és az alapértékeket tudnánk követni, ápolni. Ez a család, a szeretet, a hit, a bizalom, a sportosság jegyében történő élethosszig tartó sportása, lehet ezt így mondani. És úgy néz ki, hogy ez egy sikertörténet, hiszen amióta elindultunk, nagyon sokféle helyről kaptunk visszajelzést, még külföldről is, és egyre többen keresnek meg minket, de nem csak a sportolással, hanem az együttműködéssel kapcsolatban is, ami szintén egy jó dolognak tartok. Nézzük a triatlon szeretetét kapásból az elején, hiszen ugye tudjuk azt, hogy vannak olyanok, akik szeretnek eljárni futni, szeretnek eljárni bicózni, szeretnek eljárni reggelente az uszodába, de hát azért valljuk őszintén, hogy kicsit kevesebben vannak, akik ezt a hármat folyamatosan újra és újra, akár egy nap, vagy legalábbis egy versenyen belül teljesíteni fogják. Neked honnan jött az ötlet, vagy miért éppen a triatlon? Ugye én egyrészt nagyatádi vagyok, tehát idézőjelben a megfertőzés, ez nem volt nehéz, hiszen az Ironman pályán bringáztam én gyerekkoromban is, amikor még azt sem tudtam, hogy mi ez a triatlon. Egy véletlen kapcsán, de én nem hiszek a véletlenekben, került Nagyatádra a verseny dr. Herr Gyula révén, aki belgyógyász adjunktus a Nagyatádon, és a versenynek a főszervezője is. És én sokszor indultam futóversenyeken, úszni is elég jól tudtam, ha lehet ezt mondani. Bringázni még mindig szerettem, és érdekességképpen, hogy a matek tanárom mondta azt, hogy mi lenne, hogyha már egyszer van triatlon csapat Nagyatádon, két éve alakult,
akkor ez 92-ben történt, akkor miért nem csatlakozok? És mondták, hogy hát van egy 2 hónapos nagyon kemény felvételi procedúra, és 2 hét után azt mondták, hogy jó, akkor maradhatsz. És azóta, hát ez a szerelem, ez töretlen, ahogy lehet ezt mondani, 26 éve. Azért ez is nagyon jól hangzik így elsőre, hogy 2 hónapos felvételi procedúra, tehát ez még a tűzoltóknál sincs ennyi. Mi mindent kell ez alatt a 2 hónap alatt teljesíteni? Én azt gondolom, hogy ez most sem lenne rossz ötlet bevezetni, mert láttam, hogy, és most is látom, akár Fehérváron, akár máshol a világban, sok helyen megfordulok, hogy nagyon felhigult a sporták minden szempontból, szakmai szempontból, emberi szempontból, meg aztán pláne, boldog-boldogtalan versenyzik, mond féligasságokat, tényként állalnak, edzők is, versenyzők is. Jó lenne a sportágnak az alapértékeihez visszatérni. Igazából itt emberileg kell, és csapatemberként kell megállni a helyedet, hogy mindenféle szituációban tudjanak számítani rád, és te is tudjál számítani a többiekre. Talán ez volt a legfontosabb az elején is. No, ezzel megint egy nagyon kényes ponthoz értünk, azt hiszem, és szerintem erről is érdemes lenne, mielőtt aztán a mostani általam már nagyon várt témára, majd egy olaszországi versenyre vissza tudunk kanyarodni, de azért mondtál itt egy nagyon fontosat az emberi értékekről. Ugye látjuk azt tényleg, hogy nagyon sokan vannak, akik futnak, kerékpároznak a környezetünkben, és hát nyilván azt is látjuk, hogy ez csak akkor válik teljesítetté, mint ahogyan az ebéd is akkor kerül elfogyasztottá, ha fenn van Facebookon. És aztán utána pedig ugye elkezdenek licitálni egymásra a különböző eredményekkel, meg nem tudom, futásnak előadni a kerékpározást, mert hát be lehet úgy is állítani közben a különböző eszközöket, amikkel dolgozunk. Szóval nyilván ezt nem kell nagyon magyarázni senkinek. Ilyesfajta felhigulásra gondolom én, vagy nem? Igen, ez is mondjuk a közösségi médiának van egy jótékony hatása is, és van egy nagyon rossz hatása is, az éppen említett példával lehetne ezt a legjobban vetíteni. Séda Zoli kollégáddal beszéltünk nagyon sokat erről, hiszen a Bregyóba többször futottunk közösen néhány hónappal ezelőtt. Én is, ha van olyan dolog, aminek azt gondolom, hogy értéke van, és nem csak rólam szól, hanem például a csapatommal, a gyerekeknek a hétvégi olaszországi versenyről olyan információkat, olyan tapasztalatokat el tudok mondani, amit sem könyvből, sem más versenyzőtől, sem egy edzőtől nem tudnak hallani, hogy mire kellett figyelni, mit kellett gondolnod, hogyan tudtál átjutni különböző holdpontokon, mert azért volt ezen a 3,5 órás versenyen, akkor én ezt szívesen megteszem, és nekem borzasztóan fontos az, hogy ami teremtünk értéket, az valóban érték legyen. Hogy tudjam látni azt egy másik emberben, hogy ettől ő több, és én is több leszek tőle. Engem is motivál, hogy akkor még többet, még jobbat is, újakat nézzek. Kedves hallgatóink, a beszélgetést pillanatokon belül folytatjuk. SMS és Viber számunk 0633008000, és ott vagyunk Facebookon is, ha már emlegettük, a facebook.com/vörösmartirádió címen. Ez a Vörös Marti Rádió, és folytatjuk a beszélgetést, egy picit még mindig a triatlonnál maradva Janota Zoltánnal. Triatlon, 3 versenyszám tulajdonképpen, mondanák azt nagyon sokan elsőre, hogy azért ott van a 180 km kerékpározás, ott van a maraton, ugye a 42 km-ével, ehhez képest eltörpül az a 3800 méternyi úszás, de azért ez még csak korán sem így van. Melyik az a sportág a háromból, amit a legkeményebbnek tartasz? Egyértelműen a futás, hiszen a futáson van az, amikor az ember lába közvetlenül érintkezik a talajjal, ott olyan rezgéseket kap, amit a bringán meg az úszáson sosem, és ugye a futás az, amire már nagyon-nagyon keményen megfáradva érkezünk el, hogyha rosszul csináljuk, hogyha nem, akkor egy kicsit mentálisan vagyunk mondjuk lezúzva, ha lehet így mondani. És azt szokták is mondani, hogy az igazából az Ironman, ez a futás 30. kilométerénél kezd érdekessé válni, akkor lesz igazából egy Ironman versenynek nevezhető, mert akkor nem csak fizikálisan, de mentálisan is nagyon mélyre kell ásnod magadban, hogy tud magad motiválni, hogy ott már bizony fáj minden, de nem az elviselhetetlen fájdalom, hanem inkább az a, hogy állandóan visszahúz valami. Ezt kell legyűrni, és ettől leszel több, hogy ezeket is meg tudod oldani. Ugye azt szokták mondani, és nyilván én, aki max a buszra futottam életem során, ugye ezt mindig el szoktam mondani, hogy nem vagyok rá büszke, de sajnos ez tényleg így van. Sok interjú alanytól hallottam viszont, akik már mondjuk legalább egy maratoni távot teljesítettek egyszer, kétszer, többször, hogy ha megvan az a 10 kilométer, akkor a következő feladat az lesz, hogy érd el a 20-at, és ha a 20 megvan, akkor onnantól kezdve igazából határa csillagos ég. Ez mennyire igaz? Tehát mennyire van az meg tényleg, hogyha valaki a 20-at le tudja futni, akkor annak onnantól kezdve már a maraton az meg sem fog kottyanni, idézőjelesen persze, de legalábbis készen van arra, hogy fusson egy maratont. Én azt gondolom, hogy minden a tempón múlik. Ugye van egy nagyon okos kifejezés, hogy a versenylovat nem a táv, hanem a tempó, az iram
öli meg. Hát 120 méteren a villamosra futva is, vagy a buszra futva is ki lehet nyifantani magad. Én nagyon jó vagyok egyébként, tehát ezzel nincs gond. Csak 200 méternél nekem véget ér a futást. Hát ha lassabban futsz, akkor tovább érsz, tehát lehet ezt mondani, de igazából azt gondolom, hogy ez is nagy része fejben dől el. Tehát egy Ironman-es felkészülésnek csak a 40%-a nálam, vagy 45% az a fizikai felkészülés, mert hogyha nem tudsz egy fenékkel megülni 5 órán keresztül egy kerékpárt, és nem azért, mert fizikailag nem bírod, hanem unod, akkor semmi keresni valahol egy Ironman versenyen. Vagy ha a futásnak a felét lesétálod, az nálam nem Ironman. Itt tehát akkor mindenképpen azért az is fontos, hogy az eredmény az meglegyen, és meglegyenek azok az időeredmények, amik mindenképpen hasznosak. És ugye akkor most térjünk is rá egy kicsit erre, hogy látjuk Facebookon ezeket a különböző számokat, hölgyeknél is, uraknál is. Mondjuk mi az az eredmény, amire már azt mondod a saját esetedben, hogy az elfogadható? Tehát mennyi idő alatt kell lefutni egy kilométert? Egy Ironman-en belül, vagy úgy simán egy kilométert? Most önmagadat tekintve. Ja. Tehát, hogy akár mondjuk az Ironman-en belül, mi az az idő eredmény, amire azt mondod, hogy Johnny, most jó voltál. Említetted, hogy sédával futottál, megkeverst. Ja. Szóval, hogy Johnny, most jó voltál, ezt így kell, vagy azt mondod, hogy ne, ez az eredmény most nem jó. Tehát hol van az a választóvonal? Ugye azt érdemes külön választani, hogy ki miért csinálja. Azon kívül, hogy én egyszer teljesítettem, azt láttam benne, hogy ha jobban készülök rá, jobb vagyok, az többet ad nekem is mentálisan is, fizikálisan is, a hétköznapokban is, és többet tudok adni az embereknek belőle, hogy minél jobban beleássam magam a tudományos részébe, ez nekem is jó, és azoknak is, akik velem dolgoznak. És azt látom, hogy ha most a futást számokban nézzük, akkor nekem egy 3.15-ös, 3.18-as maraton lefutása az, ami azt mondom, hogy elfogadható, és azzal még versenyben Jézus. Vagyok. Hát egy durván azt mondom, hogy a 4.35-ös és a 4.50-es tempó között, ugye ez időjárástól is nagyon függ, az kilométerenként ez szerintem ez elfogadható már az én részemről. De azokat sem szólom le, akiknek a 6 perces tempóért is nagyon meg kell küzdeni, hiszen mindenki más háttérre jön. Több emberre vagyok kapcsolatban, akik személyes felkészítőként vagyok jelen az életükben, itt Fehérváron is, Veszprémben is, a megyében, vagy máshol, Svájcban is, de mondhatnám az Ausztrál BMX válogatottat is, ott is besegítek, hogy mindenki más így, és mindenki szabadkozik, hogy jó, tudom, hogy te erre és erre vagy képes, de nekem az 5.50-es tempó is fontos. Nekem is fontos, ha te fontosnak érzed. Na itt azért álljunk meg két dolog miatt is egy pillanatra. Említetted, hogy a 3.15-ös időre már azt mondod, hogy jó. De ha a 3.15-re azt mondod, hogy az már jó neked, akkor ez azt is jelenti, hogy van neked ennél jobb is. Mi volt a legjobb egy maratonon, amit sikerült összehozni? Egy normál maraton az teljesen más, mint egy Ironman-es maraton, és ez sokkal jobban is fáj. Utána azért 3-4 napig nem szívesen gondolok a sportra, de ez a része, ezt tudod, hogy miért csinálod. Nekem 2.50-es maratonon van simán, és ugye én nem tartom magam egy túl. Hát fizikai szempontból életanyag nem egy szerencsés típus vagyok, de ez engem különösebben nem érdekel, mert én tudom a határaimat, és azt próbálom minél jobban kihasználni minden szempontból. Ha esetleg egy Ironman versenyen elérek egyszer egy 3.15-ön belüli tempót, akkor én azon nagyon boldog leszek, ha nem, akkor is. Egy dologan nyugtass meg, de tényleg, tehát hogy ezt a 2.15 vagy 2.30-at, bocsánat, 2.50-et pláne, szóval ezt a 2.50-et ezt nem a sédával érted el, ugye? Nem. Jó, köszönöm, ennyi. Szegény Zoli. Jó, mi lenne vele? No, ezek után viszont volt itt még egy dolog, amit említettél, itt is muszáj megállni az érdekessége miatt minimum. Ausztrál BMX válogatott. Tehát hogyan kerülsz közel egy ausztrál BMX válogatotthoz, meg egyáltalán miben tudsz nekik segíteni? Ugye Ausztráliának az időjárása az egy kicsit más, mint a miénk egész évben, vagy egész évben, meg mondjuk a nyár is, és az ők meg a szabad ég alatt történő felkészülésük egy kicsit más vitamin és ásványanyag szempontból, a pihenés, a hidratálás szempontjából nagyon különbözik a miénktől, és jövőre a világbajnokság itt lesz Európában, ezért az európai klímához kell alkalmazkodniuk, de addig is, amíg otthon vannak, az otthoni körülményeket kell a legjobban kihasználniuk, és hát az, hogy hogyan találtak meg, azt nem tudom, kéne megkérdezni, nem kérdeztem rá, de megkerestek, és nagyon örömmel és nagy alázattal fogadtam ezt a felkérést, azért ez nem mindennapi, azt gondolom, és azon kívül, hogy az én nevemet megismerték, azon kívül Székesfehérvár nevét is megismerték, hiszen a nemrég
épült meg a pumpapálya, és nagy segítséget kaptam, hogy a csapatomat hogyan tudjam felkészíteni, a gyerekeket, hiszen ezt is fontosnak tartom, hogy ők is teljes körülön tudjanak felkészülni. Én is használom a pumpapályát, rendkívül gyenge vagyok benne, de hát nem is ez a cél, hogy világbajnok legyek. Meg ugye azért azt tudjuk, hogy a triatlon az országúti kerékpározásról szól alapból, tehát mit tud segíteni ebben a pumpapálya, ami hát ugye pont arról szól, hogy ha jól csinálod, akkor nem tekersz, és a súlypont áthelyezéssel közlekedsz tulajdonképpen. Igen, igen, ezt az ausztrálokkal is többször beszélgettük, és az ausztrál triatlonosok, meg amúgy az olaszok, a németek is, azért olyan jók a triatlonban, de más sportágban is, mert ők egy kicsit szélesebb látókörrel rendelkeznek. Nekünk, ha finoman lehet ezt mondani, az infrastruktúránk az országúti kerékpározáshoz nem igazán van kialakítva, megfelelően, sem hálózatosan, és amit tudunk, ki kell használni, hogyha mountain bike-ot tudunk menni, akkor azzal, azon kívül nagyon jó képességfejlesztő, és mondjuk, ha mountain bike-ot bringázol egy órát, az olyan, mint hogy kint lennél az országúton másfelet, és nekem is van a kanyarodással, a gyorsítással, a gyors helyzetreagálással kapcsolatban, a tempó átállással kapcsolatban még azért bőven törleszteni valóm, és azért 37 évesen azért már nem úgy működnek az izmok, meg az idegrendszer sem, mint mondjuk gyerekként, és látom a saját hibáimat, és ezt próbálom a gyerekeknél minél előbb kiküszöbölni, hogy bátrabbak, ügyesebbek, gyorsabbak és kvázi sikeresebbek legyenek. Pici szünet ismételten a műsorban, de hamarosan folytatjuk a beszélgetést, és most már tényleg el fogunk kanyarodni Olaszország irányába is pillanatokon belül. Ez a Vörös Marti Rádió, a Vörös Marti Rádióban pedig tovább beszélgetünk, méghozzá Janota Zoltán a vendégem, akivel triatlont most már lényegében mondhatjuk azt, hogy zsigerekre szétszedtük, és említettünk most már többször egy olasz versenyt, tényleg mindjárt eljutunk odáig. De azért nagyon fontos nyilván az is, hogy hogyan táplálkozunk, és milyen, mondjuk azt, hogy különböző táplálék kiegészítőket fogyasztunk, mert hogy nyilván azért itt is meg kell őrizni a dolgok tisztaságát. Hogyan lehet ezt kimaxolni tulajdonképpen? Tehát mit kell ahhoz tenni, hogy ne doppinggal legyünk tökéletesek, hanem igenis megfelelő táplálkozással, tudatosan. Gondolom, hogy ez is rengeteget vesz el az időből, ahogyha valaki tényleg nagyon komolyan gondolja a felkészülést. Én azt mondom, hogy minden azon múlik, ahogy mondtad is, hogy ki milyen komolyan gondolja, hogyha szeretnénk képesek lenni egy verseny X idő alatt történő teljesítésére, akkor ahhoz abba a bizonyos kalapba sok mindent bele kell pakolni, sok mindent föl kell áldozni érte. Az, hogy megéri vagy nem, az most egy teljesen más tészta, de azt gondolom, hogy ha szívvel, lélekkel is egy olyan célért dolgozunk, ami magunkért jó, többek leszünk tőle és másoknak is tudunk adni belőle, akkor mindenképpen megéri. Ugye én rendszeresen tartok előadást sporttáplálkozás tanfolyamon, ahol a pont akár az olaszországi verseny kapcsán is nagyon sok tapasztalat jön össze, amit én sem tudok könyvbe leolvasni, mert senki nem osztotta meg, nem írta le eddig, és ott is vannak olyan dolgok, amit teljesen haszontalanak, bármekkora reklámot is csapnak neki, hogy ez a világ legjobb táplálékészítője, ott abban a helyzetben teljesen haszontalan. Ezért szoktam mindig elmondani ott is az embereknek, hogy próbáld ki, és hogyha nem használ, akkor felejtsd el. Dopingról, hát azt gondolom, hogy erről azért felesleges ebben a műsorban is beszélni, mert nem érél azt az inger küszöböt, amivel én foglalkoznék a munkám során. Mindenféle fórumon és szinten ellene vagyok ennek a dolognak. Az élsport ez egy teljesen más dolog, abban is ellenzem, de ugye a világ az nem így működik sajnos, ahogy ezt mi szeretnénk. És ugye itt megint egy nagyon fontos különbséget tettél ezzel a mondattal, hogy az élsport, ugye itt alapjában amatőr sportolókról beszélünk, tehát akik nem mondjuk egy ország válogatottjának színeiben indulnak el egy Ironman versenyen, hanem mondjuk azt, hogy kedvelésből csupán. Igen, én is kedvelem és szeretem a sportomat, azért is csinálom, én ezért sem Nagyatától, sem Székesfehérvártól nem kapok fizetést, nem is erről szól, viszont nagyon szívesen promotálom a csapatomat, az országomat, és a városokat, meg az embereket, ahol edzem, és akikkel kapcsolatban vagyok, és ez az olaszországi verseny, és az ott töltött 2,5 nap is tipikus példája annak, hogy egy nagyon alázatos, átgondolt versenyzéssel, viselkedéssel mennyi mindent el lehet érni embereknél. Az olasz amúgy is egy nagyon barátkozó nép, és hogyha önmagad adod, és egy jó versenyteljesítmény is társul hozzá, akkor a tenyerükön hordoznak. No, itt álljunk is meg akkor az olasz versenynél egy pillanatra, hiszen beszéltünk csak futásról, meg beszéltünk triatlonról is. Na, ehhez képest itt egy aquatic runner versenyről beszélünk, ahonnan nekem a kerékpár hiányzik. Ez csak a név miatt, mert már furcsa lett volna belerakni, vagy itt csak egy duatlon verseny volt lényegében? Nekem is hiányzott a kerékpár, őszintén szólva.
úgy kell elképzelni, hogy ez a verseny, ez az olasz bajnokságnak a leglegjobb. Itt a különböző regionális döntőkből kerülnek ki a legjobbak, és ezt úgy kell elképzelni, hogy a Grado és Lignano városok közötti hosszú nagy öbölben zajlik, 5 szigeten keresztül futva és úszva kell menni, futócipőben, vagy aki éppen megpróbálja egy másik speciális cipőben, és ugye körülbelül 26 km a futás része összesen, és az úszás is összesen 5 km körül van, ugye az árapálytól függően változnak a távok, de ugye ahol úszni lehet, ott sem mindig másfél méter mély a víz, lehet, hogy csak 40 centi, és azért az egy kicsit nehezebb ott az úszás. És ezeket váltogatva egyik városból a másikba kell átérni, nincsen pihenő, vannak frissítő állomások, ellenőrző pontok, és aki a legelőbb beér, az a legboldogabb. Egyébként egy ilyen 40 centis vízmélységnél ér fölállni és futni? Igen, abszolút. Vannak ilyen úgymond mixelt szakaszok, ahol én próbálgattam előtte, hogy ha látom a lábamon, hogy körülbelül hol van a vízszint, akkor mit kell csinálni, hogy úszni inkább, vagy futni. Hát néha egyik sem volt kifizetődő, azért azt nem kívánom senkinek, hogy mondjuk ez a verseny körülbelül nekem 3,5 órában telt, hogy mondjuk egy 2 órás versenyzés után azért megpróbáljon így sétálni egy térdig érő vízben 165-ös pulzussal. Hát voltak 20 gondolataim, de ettől olyan szép, hogy mindig váltott, és neked kell megoldani, és hogyha a végén beérsz, akkor el tud mondani, hogy megoldottam. Na de ide te nem akárhogyan értél be azért, ezt most ne szerénykedjük el, milyen eredménnyel sikerült ezt az olaszországi versenyt teljesíteni? Ja, azt mindenképpen tudni kell, és nem kifogásként vagy mentegetőzésként mondom, hogy sosem voltam ezen a versenyen. A főszervezőnek a személyes meghívására mentem ki, ami rendkívül nagy megtiszteltetés, hiszen azért nem mindennapi dolog ez. Úgy voltam vele, hogy én már a pihenőidőmet töltöttem, amikor jött ez a felhívás, és az Ironman után nem nagyon volt kedvem se, meg energiám se a versenyzésre gondolni. Szerettem volna, hogy a triatlon meg a sport csak az emlékeimben él, és a csapatommal tudok jobban foglalkozni. És amikor a 2 órás, a 3,5 órás versenyben a 2 óránál szóltak, hogy top 10-be vagyok, akkor úgy egy kicsit úgy leereszelett a lila köd, és ugye elfogott a számolgatás, hogy akkor most hova érhetek oda. És a végére jól taktikázva, azt a stratégiát követve, amit az elején felépítettem, abszolút 6. értem be az olasz legjobbak között, ami azt gondolom, hogy nekem is egy borzasztóan egy meglepetés volt, hát még a magyar csapatban, mint első legjobb magyarként beérve. Ugye egyrészt legjobb magyarként beérve, másrészt pedig az első 6-ban 5 olasz volt tulajdonképpen, tehát nem olaszként is a második legjobb időt hoztad. Igen, aki engem megelőzött, az Faris Al-Sultán, a régebbi Hawaii Ironman győztese. Hát ő mögötte másodiknek lenni, azt mondom, hogy nem egy olyan rossz. Nem hangzik rosszul sem. Nagyon, semmiképp. Így van, itt nagyon jó barátságot kötöttünk, és egy rendkívül jót beszélgettünk egymással. Az is nagyon példázza, hogy miről is szól igazából az emberek többségének a sport, hogy nem önmagunkról, hanem inkább egymásról, azról a közösségről, amit ki tudunk építeni, és rengeteg hasznos értéket, információt megosztani egymással. Itt ugye azért azt is olvashatom a Facebook oldalatokon, hogy míg vezetőedzőnk versenyzőként volt jelen, Szőke Marian az atléták segítésében vállalt szerepet. Hogy kerültek ide az atléták, mit kellett segíteni nekik? Az atléták mármint a versenyző segítésében. Igen, ugye azért a triatlon csapatomban én próbálom azt meghonosítani, hogy ugye egymásért vagyunk, mindenkinek ismerni kell minden feladatot, mint egy különleges osztagban, hogy egymás dolgait át lehet venni, a rádió és a szanitézét és fordítva. És ugye a gyerekeknek én is tanítom, hogy hogyan kell akár edzésen, akár versenyen gyorsan, hatékonyan és jól frissíteni. És ugye a triatlonosok erről híresek, és Marian, aki egyébként a csapatunknak az elnöke is, ő elég szép eredményekkel rendelkezik a triatlonban amúgy is, segítek a felkészülésében, és a főszervező csapatában az Ironman itt volt, őt is felkértek, hogy versenyezzen, és ott látták, hogy azért ő nem, ha lehet ezt mondani, nem alapszinten foglalkozik ezzel a sportággal, elég jó rálátása van, pláne úgy, hogy gyógytornász, tehát elég mélyen belelát a sportban is, és az egyik frissítőállomáson ott volt, és hát ahogy hallom vissza a versenyzőktől, hogy hát ilyet azért még nem nagyon tapasztaltak, hogy mennyire ki voltak szolgálva, és hogy a görcs oldástól elkezdve a nyújtáson át, hogy magnéziumot, vagy sót, vagy vizet igyon, vagy vegyen magához az ember először, ebben is nagyon jó segített. Ez is azt példázza, nem az én munkámat, hanem inkább a
azt a mentalitást, amit mi képviselünk ebben a csapatban, hogy egy mindenkiért, mindenki egyért, tegyünk egymásért. És itt ugye a frissítőpontok is nagyon fontosak több értelemben is, hiszen ahogyan most lehet, hogy egy kicsit bután hangzik a dolog, de ahogyan a Forma 1-ben is gyakorolják a kerékcserét a mérnökök, ugyanúgy a frissítést nyilván egy versenynél pláne nem mindegy, hogy mennyi idő alatt és hogyan történik meg. Igen, ugye azt tudni kell, hogy ha már csak az utolsó egy percét nézem a versenynek, egy 3,5 órás versenynek, én ott hoztam föl egy helyet. Az a srác, aki mellettem úszott, egy német srác, az utolsó 50 méteren készült el teljesen az elejével az úszáson, és utána, hogy kifutottunk a partra egy 150 métert, még onnan kapott tőlem egy fél percet. Tehát ebből is lehet látni, hogy nagyon észnél kell lenni, és az, hogy mikor, hogyan frissítesz, meg mivel, az a végén jön ki igazából, és mi, ahogy lehet mondani, ezt kutyafuttában szoktunk inni és enni is. Ezt is gyakorolni kell előtte, tehát nem törtünk ott perceket, és nem sütkérezünk a napban, meg a dicsőségben, hanem ahogy kiszálltam a dengerből a homokba, elkaptam a vizet, a gélt, vagy éppen ami ott elő volt írva, hogy akkor mit kell lennem. Innom, megettem, és puf, már meg is mentem tovább, akár 5 kilométert futottam, akár csak egy százat, és visszamentem a tengerbe. 15-szörös Ironman vagy, ezt már említettük, és ugye azt is tudjuk most már a beszélgetés eleje kapcsán, hogy mi az a teljesítmény, amivel valaki az Ironman titulust megkaphatja. De nyilván ettől függetlenül is azért ott is vannak eredmények, és vannak ott is sorrendek tulajdonképpen. Mi volt a legjobb, amit Ironman versenyen eddig elértél? Hát, hogyha jól emlékszem, akkor ez egy 6. helyen volt abszolútban, ez egy kivételesen meleg nap volt Nagyatádon, meg az egész országban. Akkor, ha lehet ezt mondani, a futáson már az első 10 kilométeren úgy hullottak előlem az emberek, mint a legyek. És ott egy nagyon jól felépített frissítési stratégiával tudtam ilyen jó eredményt elérni. De ez mindig változó, hiszen hogy ahogy egy foci csapatnál és például a Vidibe, hogyha hiányzik egy játékos, és azt nem biztos, hogy mindig lehet azzal helyettesíteni, akit szeretnénk, és akkor már is más eredmény van. Ha egy versenyen bejön 5 világsztár külföldről, mint mondjuk az idei Ironman-en, ezért nekem a top 20-as eredmény is legalább annyival ér fel, mint egy egyéni 6. hely 10 évvel ezelőtt például. Az is egy érdekes dolog lehet, hogy ugye nyilván vannak azért örök ellenfelek. Van olyan sportoló, nyilván név nélkül, akire azt mondod, hogy na, ha őt megelőzöm, akkor már boldog vagyok. Tehát, hogy ha őt elérem, akkor tudom azt, hogy egy igazán belevaló embert, egy igazán jó és erős ellenfelet vertem meg. Nálam nincs ilyen, én egy picit más mentális oldalról közelítem meg ezt az egészet, mint egy futóverseny, mint például egy fehérvári félmaratonon is, vagy egy maratonon is, és úgy az Ironman is. Én nagyon sokat jártam sportpszichológushoz, és most már kialakult, ha lehet ezt mondani, a saját technikám. És én a pályán egyedül vagyok, teljesen egyedül. Senkivel nem foglalkozok. A bringán a wattmérővel, a fordulatszámmal, a púzussal, a futáson pedig a frissítéssel jobban, meg a púzussal, meg a tempóval. És gyakorlatilag a 25-28 km környékén kezdek szétnézni, hogy akkor most hol vagyunk a csatasorrendben. Közben sem figyeled egyébként az éppen aktuális időeredményedet például, vagy hozod folyamatosan azt a maximumot, amit az adott szakaszon te a tetejének gondolsz? Inkább azt mondanám, hogy az optimálisat hozom ahhoz, hogy a futásra jó állapotban legyek, mert ha kimaxoljuk, ha lehet ezt mondani, a bringát, akkor lehúzhatjuk a redőnyt. Ha az Ironman futására úgy érsz oda, hogy húha, akkor inkább ki sem menj, akkor nagyon fog fájni. De volt feladott versenyed, bocsánat? Volt kettő, igen, amikor a kislányom született, az egy lelkileg jó értelemben vett megterhelés volt, akkor az egy kicsit megbomlik az embernek a lelki világa. De utólag visszanézve nem sajnálom, abszolút, hiszen én is több lettem, el kellett gondolkodnom, hogy mit, hova tegyek az életben, hogyan értékeljek, és azóta nekem sokkal többet jelent az, hogy akkor végig gondoltam, és nem szenvedtem végig a versenyt, és most is azt jelenti nekem a sport és az Ironman, meg maga a sportolás a triatlonon együtt, amit annak jelentenie kell. Na ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, amit most mondtál, hiszen bejárt az internetet talán 2 hónappal ezelőtt egy kosárlabda edző nyilatkozata, nem tudom, te találkoztál-e vele, egy nagyon fontos sorsdöntő mérkőzésen az egyik alapembernek gyermeke született. Illetve hát akkor ment el a felesége szülni, és bármekkora nagy tét volt, azt mondta az edző, hogy figyelj, csomagolsz és mész az asszony után. Tehát most itt a meccs az el van felejtve, annak ellenére is, hogy egy nem tudom, egy kupa döntőről beszéltünk mondjuk az adott országban. Akkor nagyjából ezzel egyet lehet érteni. Én abszolút
egyetértek vele, és azt mondom, hogy ez a helyes érték, ez lenne a világban is a helyes. De beszélhetünk így a Tour de France-ról is, egyébként ott is volt már, hogy az egyik versenyzőnek éppen azon a szakaszon született meg a gyerkőce, és egy nem is olyan rossz pozícióból a szakasz felénél kiállt, és a csapatautó már vitte is a reptérre. És talán ettől olyan szép a sport, hogy ilyen dolgok történnek benne, és ez olyan, hogy megkapja az ember lelkét is. Igen, és ugye engem itt a kollégák mindig piszkálnak azzal, hogy mindenre van egy hokis példám, de ott van, amikor a magyar jégkorong válogatott kijutott az A csoportba, és ugye ott pedig Süti volt az, aki Kovács Csaba, akinek ikrei születtek pont akkor. Hát két meccs között hazarepült Budapestre, nincs mese. Mondjuk ő meg tudta azt oldani, hogy a meccseken legalább ott tudott lenni közben, de hát nyilván neki is jött egy magasabb prioritás, és nem az edzőt hallgattam, hanem a feleségemet, és néztem a gyerekeimet, ami szintén egy teljesen normális dolog. Igen, vannak olyan momentumok az életben, amit nem szabad kihagyni, éppen itt a hokis példa kapcsán is, de ha jól logisztikázunk, akkor mindenre van idő, lehetőség és hely, és valakit meg kifejezetten motivál az, hogyha éppen akkor születik meg a gyerkőc, és ehhez tudja hozzásegíteni, vagy ezzel tudja hozzásegíteni a csapatát egy jó eredményhez. Hát az biztos, hogy lehet még emlékezetesebbé tenni egy emlékezetes pillanatot is. Vannak-e távlati célok, akár az egyesület kapcsán, akár pedig még egyéni sportolóként, amit még mindenképpen a bakancs listádon tartasz, és meg kell, hogy csináld. A sportban nincsen bakancslistám, nekem nem erről szól, én addig is úgy csinálom, ahogy én szeretem, és ha ezzel tudok valamit átadni, és azt gondolom, hogy nem is olyan rosszul, akkor annak külön örülök. A csapatom az most indult, vagyunk körülbelül 25-en, 30-an, nagyon sok tervünk, célunk van. Az biztos, hogy a fehérvári rendezvényeken szeretnénk részt venni, és nagyon szeretnénk a jótékonykodás felé is állni, segíteni olyanokat, akiknek kevés lehetőségük van a sportra, vagy felhívni az emberek figyelmét. A véradástól elkezdve sok minden lát, még a tervekről most nem szívesen beszélnék, majd ha már mindegyik biztos. Amivel újabb embereket tudunk a sport mellé és az egészséges életmód mellé állítani, és felhívni az emberek figyelmét arra, hogy az együtt sportolásnak mekkora értéke van. Hiszen nálunk pont az a lényeg, hogy a szülő és a gyerek is együtt edz, külön pályán, hogyha éppen úszásról beszélünk, vagy együtt futunk, de a tegnapi duatlan edzésünk is rendkívül jól sikerült, amikor a szülők is, meg a gyerekek is bringáztak, nagyon nagy forgalom volt a bringa pályán, és azért azt nehéz ugye elképzelni, hogy egy vége az edzésnek, és a szülő és a gyerek is ugyanarról az élményről számol be egymásnak, ennek nagyon nagy értéke van, és nem a hétköznapi gondok jönnek elő, hogy fú, apa, láttalak, hogy tekertél, vagy hát igen, kislányom, láttam, hogy milyen ügyesen vetted a kanyart, nekünk ez az érték, és azt gondolom, hogy ahogy ez más országokban természetes, nekünk is ez egy idő után azzá fog válni. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk, és természetesen most itt országvilág előtt is megmerem ígérni, hogy fogunk még beszélgetni az elért eredményekről is, meg azokról az egyelőre titkosan kezelt célokról is, amiket az egyesület elé tűztetek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben itt a 99.2 Vörösmarty Rádióban Janota Zoltánnal beszélgettünk, aki most Olaszországból hazatérve pár nappal ezelőtt egy igencsak szép eredményt szolgáltatott, nem csak hazánknak, hanem tulajdonképpen Székesfehérvárnak is, és hát nyilván ezért is nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, és ezt köszönjük neki. Hölgyeim és uraim, egy pici kis szünet után folytatjuk a Vörösmarty Rádió műsorát, persze már egészen más témákkal, tartsanak velünk akkor is.